Jó reggelt kívánok mindenkinek! Gyorsan ellenőrizzük a technikát, hogy rendben van-e minden, lehet-e hallani, látni. Kérnék egy visszajelzést. Rendben, oké, köszönöm szépen. Bocs, hogy ezt mindig megcsináljuk, de nyilván nekem van szükségem visszajelzésre, hogy ne úgymond hang nélkül, kép nélkül induljak el felétek, mert annak nem lenne jó vége. Na, tegnap részt vettem ezzel a portfóliós hitelezés konferencián, ugye a portfólió is tudósított róla. Gyakorlatilag szerintem, aki akart, elolvasta, hogy mik voltak, ugye nyilván a Nagy Marci féle, MNB alelnök féle kezdő előadás volt az, ami így megadta a löketet így a konferencia menetének. Nyilván azon kívül sok minden más is történt. De ugye a megszokott dolgon kívül, hogy 5 univerzális nagybankra van szükség, a magyar bankszektor a legdrágább bankszektor Európában, nagyon sok termékben is kiindulva, 3 olyan termékterület volt, ahol például a marzsok, számlavezetés, és amúgy ki volt emelve az értékpapír számlavezetés, és ami ténylegesen horribilis, hogy a magyar bankrendszerben az értékszámlavezetés az kimondottan drága európai viszonylatban is. Ugye nem kell messzire menni, ugye a különféle oktatásainkon ugye a kollégáim fel szokták hívni a résztvevőket, és sokan vannak, akik például az OTP-nél kereskednek, ami kifejezetten az egyik legdrágább ilyen szempontból. De hát mivel a legnagyobb bank, sokaknak ott van számlája, ezért adódik, hogy nyilván ott nyitnak értékpapír számlát, és mint hogyha még azt sem érdekelni őket, hogy a lehető legdrágábban csinálják az ilyen típusú tőzsdei tranzakcióikat. Tehát ezek voltak nyilván konszolidáció, hitelezés tovább pörgetése, vállalati kötvénypiacnak a beindítása, ami nyilván a bankhitelekkel szemben is támasztott majd egy versenyhelyzetet, az új állampapír, ami azért ugye nagyon sok megtakarítást fog elvonni esetleg az egyéb befektetési termékek elől, és amúgy megjelent a zöld bank, illetve a családbarát bank kifejezés is, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni a bankoknak. És nyilván sok-sok minden más is elhangzott ezen a konferencián, különféle banki működések, digitalizáció, az esetleges pletykák, hogy majd a takarék, BB és a MKB összeolvadhat, ugye. Ezzel kapcsolatosan voltak ott kérdések a bankvezérek fele, és minden, ami ebben ingatlan finanszírozás, hitelezés, lakáshitelezés, sok-sok ilyen dolog, ami szó volt, illetve nyilván arról is, hogy standard kérdés, hogy jön-e a válság, és hogy mindenki most arra számít, hogy nem lesz válság, vagy csak egy nagyon pici visszaesés, inkább ilyen 2001-es típusú dolog, és igazából nem kell aggódni, mert minden finom, minden szép, és továbbra is csillogó-villogó lesz itt a dolog. Egy kis gödrökkel tarkítva, de alapvetően a időhorizonton nézve Európában sem várható kamatemelés, így nyilván valószínűleg nálunk sem, és hogy Amerikában is majd újra a kamatcsökkentések indulhatnak be itt a nagy ijegység folytán, habár tőzsdei csúcsok közelében vagyunk. Na, ez volt így a gyors summázása ennek a konfinak. Ugye szerdán volt LKB, az egy picit megmozgatta a piacokat, de érdemben semmit, továbbra is az LKB és nem is tudom, döntéshozók szerintem újfent bizonyították azt, hogy szerintem fogalmuk sincs, hogy mi zajlik körülöttük, vagy hogy fogalmuk van, akkor meg nem megfelelően kommunikálnak. Nyilván soha senki nem fog rosszat mondani a dolgokról, mert akkor pánikot okoznának, ha esetleg így is gondolják, de érdemben alapvetően nem történt semmi a piacon. Amikben mozgás van, hát mondjuk úgy látom, hogy most valami miatt itt az S&P határidő és elég sok minden megindult, úgyhogy lehet, hogy történt most itt az elmúlt pár percben valami. Ja, megnézem itt a hírfolyamomat, hogy mi lehetett. Feltéve, hogy gyorsan betöltődik. Na mindegy, eddig elég lassan akar betöltődni.
Na jó, ezzel most itt nem foglalkozok, mert lassú a dolog, és minket igazából az árfolyam mozgás érdekel. Szóval ami érdemleges volt az euró dollárban, hogy konszolidáció, leszúrás, most újraemelkedés. Egyelőre ugye követjük azt a mintát, hogy itt korábban azt mondtam, hogy ebben a tartományban én alapvetően inkább a longokat keresném. Szerda este tartottam egy oktatást is devizapiacról, azt mondtam, hogy amikor este már voltunk, ez a gyertya itt kialakult, hogyha itt lenne egy visszakonszolidáció, itt rét szempontjából longra mennék én egy 12.50-nél, a stop itt lenne, és akkor a minimum várakozás ez az 1.13.30-as szint lenne, nyilván jobb esetben akár jóval magasabb. Egyelőre ez történik, és akkor ezáltal, és mondom, hogy körülbelül mit várni itt az euró-dollár kapcsán. Nem lehet egy az egyben ezt egy impulzív szerkezetnek minősíteni, hiszen átfedés van itt a mozgás között. Legjobb esetben is azt lehetne mondani, hogy ez egy leading diagonál, és lehet mondjuk ebből is egy kezdő szerkezet, hogyha az optimista oldalát fogom meg a dolognak, tehát akkor valami ilyesmire lehetne számítani, de historikusan is nagyon alacsony a volatilitás az euró-dollárban, és egyre nem látni azt, hogy mitől növekedne meg ez a volatilitás sokkal nagyobb mértékben. Ami még unalmas, és amiben pozícióm volt itt az elmúlt napokban, ez egy olaj short volt nálam itt a meghatározó szintnél, 61.8-as szint, ellenállás, kismillió idősíkon divergencia, de megint csak most reggel azt láttam, hogy ez is egy nyögvenyelős korrekció volt, és három hullámban történt meg, és amikor így jártunk a visszatesztnél, itt 63.84-nél lezártam a shortot, gyakorlatilag nullában, tehát látszott, hogy ez nem nagyon akar tovább menni, tehát továbbra is egy konszolidáció van, és mivel péntek van, ugye általában az a nagy tőzsdei megfigyelés, hogy péntekre az esetek többségében az olaj árfolyam nem szokott esni, sőt általában délutánra, estére egy nagyobb emelkedés is bekövetkezhet. Erre nyilván nem nyitnék pozíciót, de könnyedén lehet, hogy mivel ez egy három hullámú esés volt, hogy ebből újra fölfelé indulunk. Tehát ennek megfelelően inkább kiszálltam az olaj shortból. Amiben aktív mozgás volt, még megint ugye az arany, volt egy kis konszolidáció, tovább tart a konszolidáció, itt az 1300 dolláros szintet alulról, fölülről körbejárjuk. Egyelőre nincs az irányban. A tegnapi nap lefordulása akár indukálhatja azt is, hogy talán letörhetjük az 1280-as szintet, és visszakorrigálhatunk ilyen 1270. Nem egy nagy mozgás, de jelen pillanatban inkább ez tűnik realitásnak. Ami szépen megy, és ugye múlt héten szerdán tettem ki vételre ugye az euró-svájci long ötlet, ugye az gyönyörűen halad előre. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Tehát az gyönyörűen halad előre, most már itt az 1.13.20-as szintnél járunk. Technikailag ugye itt van egy ellenállási zónánk, és amúgy, hogyha a legutolsó, hát honnan nézzük először innen. Hogyha ezt nézzük, akkor a 5%-os korrekciónál vagyunk, a 61.8-as szint, az pedig itt az 1.13.70-80-as tartományban ennél az ellenállásnál van. Tehát elvileg akár még lehet tere ennek az emelkedésnek rövid távon, azt mondanám, hogy itt ennél az ellenállási szintnél jöhet egy kis megálló, egy kis korrekció, de alapvetően jól néz ki az euró-svájci. Egy szép impulzív szerkezet mentén emelkedünk, ugyanakkor itt is már az óráson, 4 óráson azért divergencia jelei mutatkoznak, de tegnap is ezt egy 4 órás fordító gyertyával megfordították. Úgyhogy itt az lehetne még a stratégia, hogy akár az ellenállás szint miatt, hogy ennél a szintnél esetleg csökkenteni a longból, ha esetleg lenne egy visszakorrekció valahogy, de akkor újra növelni a pozíciót. Meglátásom szerint továbbra is
cél az 1.14.50-es tartomány, tehát ez egészen szépen mozog. Szintén halad előre ugye az euró-új-zélandi közületek, van, akinek van ugye longja, ugye ezt ajánlottam most már lassan másfél hete vételre, és szépen lassan, de haladunk előre. Itt továbbra is az lenne a várakozásom, hogy esetleg ez egy nagyobb flat korrekció, itt egy dupla aljból fordulós gyertyával tudtunk egyelőre fordulni, és nyilván a várakozás az az lenne, hogy ide ebbe a zónába fölérjünk, vagy akár egy picivel magasabbra is, és mondjuk esetleg innen jönne egy újabb, nagyobb lefordulás. Tehát ez jól néz ki. Hasonló, de jóval gyengébb a momentum benne az euró-ausztrálban. Ez is egy támaszszint van. Kicsit hasonló, csak lemaradó az euró-izlandihoz képest. Tegnap itt is volt egy nagyobb fordulat, bár nem volt, ez nem egy fordulós gyertya, de el tudnám azt is képzelni, hogy ebből is akár kijöjjön egy ilyen a következő hetekben. Nem mondom biztosra, de tendenciáját tekintve, struktúráját tekintve szintén hasonló. Amit nézegetek, és lehet, hogy egy trader szobötletet is kiteszek rá, max annyi miatt óckodom tőle, hogy fontról van szó, és itt a Brexit miatti herce-hurca az mindig bekavarhat, de technikai értelemben a font Ausztrálban ez a struktúra, hogy jövünk itt lefele, ez nekem egyelőre nem tűnik impulzívnak, viszont ugye a 100%-os kiterjesztés egy picivel lejjebb van, tehát el tudom képzelni, hogy valahol itt ebben a tartományban, itt ilyen 1.80-1.82 környéken ez a szaggatott vonal mutatja az évelei nyitó szintet, tehát ebből a zónában esetleg egy mélypontot fogunk, és innen el tud indulni egy emelkedés ebbe a tartományba. Ez lenne egy hosszabb távú elképzelésem, de egyelőre még további kifutás lehet itt ebben lefelé, hiszen a rövid távú momentumot nézzük, az egyértelműen lefelé mutat. 4 órásnál is a mozgó átlagok tartományában vagyunk jelenleg, pakolgatjuk ki itt a felső kanócokat, ebből akár lehet egy újabb mélypont is. Jobb esetben mondjuk esetleg ebből lesz egy fordított fejvál, és valami, max valami ilyesmi kivett belőle. Én ezt figyelem most még így pluszban. Ami nagyot ment tegnap, és akkor itt a devizákat nézzük meg első körben, a dollár japán jen. Mondhatni, hogy onnan-ahonnan egy támasz zónája volt, meg egy emelkedő trendvonal, abból a zónából tudott megfordulni az árfolyam, és aztán a trendvonalból kitörve, itt mintha a teljes mértékben gellert kapott volna, folyamatosan húzzák fölfele az árfolyamot. Mindezt úgy, hogy érdemi dollár erősödés nincs a piacon, tehát valamit a ilyen mozgatja, illetve a kockázatvállalási hajlandóság, hiszen az indexekben semmi nemű korrekciót nem lehet látni, folyamatosan kitart az optimista hangulat. Mint a dollár japánján egyre lokális csúcsa jött, de ugye nincs most már messze a március elejé csúcs sem. Ebből a momentumból nyilván nem állítok nagy dolgot, hogyha azt mondom, hogy jó eséllyel ki fogunk menni újabb csúcsra is. Nyilván aki shortolni akar, annak az ideális zóna a short nyitásra, hiszen a stoppot viszonylag szűkre lehet venni a múltkori csúcs miatt. Tehát ezt lehet itt trading szempontból még behozni a képbe. Kérdezem, hogy meddig mehet föl az olaj. Én itt a kollégáknak a táblára azt írtam ki, hogy 63-70 és ilyen 65-65-50 között várnám a tetőzést az olajban, úgyhogy nyilván akkor ebben a válasz is megvan, hogy körülbelül ez, de nyilván egyáltalán nem kizárható az, hogy 66-67-68, akárhogy is nézem, kezd kicsit túlfűtötté válni itt az olajpiac.
longokat én biztos, hogy nem nyitnék itt, ahogy látjátok is, ugye azzal kezdtem a bevezetőt, hogy shorton volt, de kiszálltam, mert egyébként nem láttam azt a momentumot benne. A következő lokális csúcs után is vélhetően short beszállót fogok keresni. Hangsúlyozom, hogy nem nagy pozícióval, tehát inkább egy ilyen trading jellegű pozícióval, és ha el tud indulni, akkor majd max még ráveszek, de egyelőre a momentum erős, és mondtam, péntekenként a legtöbb esetben nem szokott esni az olaj árfolyama. Jó, ezek most itt kevésbé érdekesek. Na és akkor az indexek. Ugye S&P továbbra is egy óriási konszolidáció. Valahogy nincs meg benne az az erő, hogy bármennyit is korrigálni tudjon. Egy oldalazó mozgás van. Nyilván ebből sem kell nagy tudomány azt mondani, hogy ebből ma újabb csúcs lesz, és de péntek van, ugye az elmúlt 10, nem is tudom én, 5-6 héten gyakorlatilag két vagy három alkalommal volt az, hogy az S&P mínuszban zárt, mindig pluszos volt, jó eséllyel kandidál most is az S&P arra, hogy a pénteket pluszban zárja, akár 2900 pont fölött. Ezt csak azért mondom, mert hogy így sincs érdemi fordulatra utaló jelzés. Az egész divergencia, ami mutatkozik, azt egyre egy oldalazással kvázi kipihente az árfolyam, mint hogy egy ilyen három szögezésben lennénk, már pedig három szögezésből általában fölfelé van a mozgás. DAX is ugye erős, ugye ezt még itt talán hétfőn húztam be, hogy addig, ameddig ezen sárgával jelölt támasz, vagyunk, hogy itt van egy emelkedő trendvonal, addig érdemben a DAX az optimista hangulatot üt, és további emelkedés jöhet benne. Rövid távon, amit nézegetek és elemzek, hogy ugye sokszor volt már lehetséges csúcsok közelében, hogy egyfajta ilyen egymásba simuló öt csökkenő hullámot lehet látni, vagy öt hullámú mozgás csökkenésben. Ha így veszük, akkor ez itt lehetne mondjuk egy három hullámú korrekció, és ebben véletlenül akkor lehet még itt egy új lokális csúcs. Aki esetleg pessimistább a DAX-ra, annak szerintem itt ez a 9-80-12 ezer környéki tartomány adhatna egy lehetséges short beszállót, nyilván akkor valahogy ide elhelyezett stoppal, és mondjuk akkor ebből lehetne mondjuk egy újabb lekört várni. De egyelőre itt is azért hangsúlyoznám, hogy nincsen fordulatra utaló jelzés, ahogy az amerikai indexekben sincsen. És azért, ahogy látom, van itt 4 óráson egy nagy markáns zöld gyertya is. Szóval nehéz most ilyen szempontból rövid távon gyengének látni az indexeket. Közben OPEC ülés mikor lesz? Hát azt hiszem, hogy tegnap ma van, vagy tehát valami azt hiszem talán ma van. Meg lehetne nézni a kiírást, hogy mi a helyzet. Hát mára ír meg holnapra IMF találkozót, de úgy emlékszek, mintha itt csütörtökre lett volna betéve OPEC, de lehet, hogy én láttam ezt korábban rosszul, de itt ebben a kiírásban nem látom, hogy mikor ez van. Na, menjünk át a euróforint-dollárforint. Ugye hétfőn is ajánlottam, hogy ne nagyon gondolkozzatok shortban az euróforint kapcsán, mert meg nincs értelme, óriási a momentum fölfelé, minimális a korrekció, és ez általában azért shortok szempontjából nem szokott jól elsülni, úgyhogy itt is minimális volt a korrekció.
Bár szerintem így is sokan próbálják shortolni a forintot, nem látom egyszerűen értelmét. Technikai értelemben sem, mert van még az emelkedésnek, ugye a trendvonalunk az ilyen 3,23-3,23 fél környékén van, a 61,8-as szint az 3,24, tehát ez a zóna jó eséllyel meg lesz, még mielőtt valamilyen, bármilyen korrekciós mozgás beindulhatna, illetve ez itt egy nagyobb három hullámú mozgás volt, és kicsit úgy tűnik, mintha rendre esetleg ilyen három hullámú mozgások lennének, ebből lehet, hogy valami ilyesmi is kisülhet. Nem tudom, hogy ehhez milyen hír kell, vagy milyen piaci szituáció, de simán elképzelhető egy ilyen is. Tehát rövid távon a megálló az inkább ez a 3,24 környéki tartomány lehet. És ott se feltétlenül mennék shortra. Dollár, forint. Múlt héten elértük a sávnak a tetejét, azóta pedig itt bearaszoltunk a rövid távú támasz szint fölött. Egy konszolidáció van ugye a fontos szintünk alatt. Kérdés, hogy ebből mi lesz, ebből föl, vagy esetleg ebből le. A jelenlegi helyzet az majdnem, hogy kereskedése alkalmatlan. Ha longot nyit valaki, akkor viszonylag a stop távolság nehezen kalkulálható, mert be lehet letenni, de az könnyedén benne van ebben a tartományban. Ha valaki shortban gondolkodik, talán mondhatnám, annak lehet olyan szempontból értelme, hogy ellenállási szint fölött vagyunk, tehát a stop az valahol ide mehet. És nyilván, mivel hosszabb távon ez egy nagyobb oldalazó szakasz, nyilván esetleg a sávkereskedés lehetne benne játszani hozamkockázat oldaláról, talán az tűnik játszhatóbbnak, amúgy pedig jelenben nem sok izgalmas dolog történik itt. OTP, azt hiszem OTP-nek ma van közgyűlése, úgy látom tegnap emelkedtek. Továbbra is ugye vélhetően ez még itt nem az ötödik hullám, ugye ezt itt az elmúlt hetekben beszéltem arról, hogy vajon ötödik hullám, vagy még csak egy potenciális harmadik hullám ebben a mozgásban, és esetleg ez valamilyen negyedik hullám, úgy tűnik, hogy akkor ez inkább egy negyedik hullám lehet, és elképzelhető, hogy lesz még egy új csúcs benne, még mielőtt esetleg korrekció indulna. Ettől függetlenül nem venném meg az OTP-t továbbra sem, meg lehet érdeklődni, vállalom a véleményemet. Richter, ez így kis vacilálás után berobbant, feljöttünk az zónába, amit vártam korábban, ami így, ha emelkedés lenne, akkor egy lehetséges szintje ennek a mozgásnak, ez az 5600-5650-es szint, ugye a korábbi letörésünknek a szintje, illetve ez egy nagyobb ellenállási szint is egyben, illetve a legutolsó esésnek a 61,8-as szintje van szintén itt ennél a zónánál. Az emelkedés tekintve ez lehet mondjuk egy 5 hullámú mozgás is. Azt gondolom, hogy ennél tovább most én nem várnám, tehát ebből a zónából azt gondolom, hogy minimum jöhetne egy visszamozgás. A negatívabb eset az az, csak akkor azt valószínűleg kisebb idősíkon kéne megnézni. Lehetőségek. Az egyik az, hogy esetleg ez itt egy flat korrekció, és akkor ebből a zónából szépen jövünk lefelé sokkal mélyebbre. Szintén esetleg egy negatív helyzet lehetne, hogy ez itt egy A, B és 1, 2, 3, 4, 5, C, és akkor szintén ennyi volt a korrekció, és jövünk le. Az optimista eset az, most bocs, hogy ennyi lehetőséget felvillantok, és ez egy nagyobb A, ez egy B, és esetleg ebből C. Igazából tök mindegy, hogy melyik lesz,
a szitu. A verziókból tovább is az jön ki, hogy valószínűleg itt ebben a zónában jöhet egy tetőzés, és legalább egy korrekció vissza ide ebbe az 5350-5400-as tartományba. Talán összegzésként ezt lehetne elmondani róla. Molnál ugye tegnap volt közgyűlés, továbbra sincs semmi, alig van momentum ebben a részvényben, egyelőre lefele három hullám volt, ebből lehet megint egy ilyen semmilyen mozgás, de akár új csúcsra is vezethet. Nálam alapvetően a vízválasztó szint az lenne, hogyha ez a kék csatorna, emelkedő csatornák az alsó szára alá kerülne a részvény, addig érdemben nincs nagy gond. Walgreens kérdeztétek, ha jól láttam. Aztán mutatok marihuánás részvényeket, mert egy ajánlás már tettem ki, de most szóban megfogalmazok egy másikat, és aztán majd írásban is. De menj vissza a Walgreenshez. Egy nagyobb zuhanás van itt az elmúlt hónapokban, az árfolyamban. Egyelőre akár még mindig lehet ez egy korrekciós mintázat, amiben nyilván lehet még tér, akár mondjuk az 50-51 dolláros tartománynak is az elérése. Nyilván ez egy nagyon jó osztalékfizető részvény, bár nem az a kiemelkedően osztalék, tehát ilyen 3,2-3,4%-os osztalékhozza mellett forog. Ha rövid távon nézem, akkor itt most jelen pillanatban egy többszörös divergencia mellett esünk. Ugye ez a nagy gap azért nyilván nem teszi optimistává az embert, és egyelőre lefelé haladunk. Nyilván az, hogy ebben legyen valami nagy pozitív jövőkép, ezt a gapet majd be kéne tölteni. És ugye van még egy nagyobb csökkenő trendvonalunk is, tehát akkor, amikor esetleg ebből ki tudnánk menni, az lehetne egy fontos jelzés a piacnak, addig ez egy lemorzsolódó árfolyam. Nyilván aki hosszabb távra tervez osztalék alapon, annak potenciálisan ez az alacsony árfolyam szint egy vételi zóna lehet. Technikai elemben nincs benne fordulat, sehogy sem. Annyit lehet mondani, hogy van egy nagyobb RSI divergencia itt a napos grafikonon. De úgy összességében most így a gyógyszer szektor az így gyengében muzsikál. Itt a CVS Health Corp is. Ez is itt egy nagyobb zónásban van az elmúlt időszakban. Itt is azért annyit lehet látni, hogy nyilván ez is fizeti az osztalékot, hogy ebben a tartományban azért a forgalom is kicsit intenzívebb, mint amikor máskor lehetett látni. Tehát többségében nagyobb forgalmú napok vannak ebben a tartományban. Tehát azért úgy nyilván vannak kiszállók, de valaki fel is szippantja azt a mennyiséget. Úgyhogy erre hívnám föl a figyelmet. Ugye írtam a marihuánás cégeket, ez egyik a Kronos Group. Nálam az vételi zónában van. Ugye technikai értelemben könnyedén lehet ez egy negyedik hullám, plusz ugye itt képeztem ilyen sávokat a részvény árfolyamban, ami ugye abból jött, hogy gyakorlatilag ezeket a pontokat kötöttem össze, tükrözve ide, és ennek a ugyanúgy a tükrözése ide, és ez pont ide a csúcshoz jött ki, illetve a középvonal az pedig pont itt fut. Van egy emelkedő trendvonal is, és van ez a támasz szint is, tehát ez a 16-17 és fél dollár közötti tartomány, az elvileg technikai alapon egy jó vételi lehetőséget adhat,
jó hozam kockázat arány mellett lehet beszállni. Tehát nálam ez a zóna az vételi szint, és a várakozás az lenne, hogy minimum esetleg egy 3 hullámban, jobb esetben akár egy 5 hullámban lehetne látni egy emelkedő mozgást. Ugye a másik szintén ebben a szektorban nagyon híres a kanopi. Ezt is kicsit a hosszabb távon, vagy legalábbis így időn túli távon nézzük a grafikonját. Ez is egy igen szép emelkedő mozgást produkált az elmúlt 2-2,5 évben. Ráadásul évelején volt itt egy nagy felfutás, azóta pedig ez a mozgás inkább egy korrektív mozgásnak tűnik. Az egyik lehetséges szenárió ebben a felállásban az az lenne, ráadásul jól láttam, most itt a 200 napos mozgót közelítjük, de berajzoltam már magam, hogy itt a alappal jelölt terület, szerintem ez egy vételi lehetőség, vagy egy kezdő pozíció megnyitására alkalmas hely, mert hogyha ez itt egy újabb impulzív hullám, és ez egy korrektív, akkor ebből szintén egy jelentősebb emelkedés lehetne látni. Ugye gond akkor van, de nem akkor a gond, de mégis gond lehet, hogyha ez még itt csak egy nagy AB mozgás, és esetleg itt egy begyorsuló esés lehetne látni, mert akkor itt ide jöhetne ki a C, és majd csak esetleg ezután indulhatnánk el fölfele. Egyelőre inkább hajlok emellett a vételi lehetőség mellett, és ebből egy emelkedés megindulására. Szóval szerintem érdemes figyelőlistán tartani ezeket a részvényeket. Ugye az olajszektor papírjai azok, itt a oldalazó olaj mellett most már így az olajrészvények is megtorpannak, és ha olaj picit korrigál, akkor az olajrészvények hirtelen esnek 2-3-4%-ot. Ugye amiket itt korábban én elemeztem, és ugye a Schlumbergerre van vételi ötlet kint a trader szobában, ugye ezzel persze mondtam a Halliburtont is, egyelőre ez jól néz ki, ugye trendvonalból kitörve kúszik, arra szolgatunk fölfele. Itt kérdés az, hogy ez egy korrekciós mintázás ebből lett, de egyelőre technikai alapon erre azt kell mondani, hogy ez itt teljes mértékben egy vételi lehetőség volt, és azt lehetne várni, hogy ebből további árfolyam mozgás legyen. Ugye ennek a párja Schlumberger, itt is ugye trendvonalból kitörés visszateszt. Itt a múltkori lokális csúcsnál van elakadás. Gyakorlatilag az olaj részvények várják azt, hogy az olaj mit fog csinálni. Legalábbis én ezt érzékelem. Tehát potenciálisan egy kitörés előtti állapotban lehetünk. A tech szektor az, mondhatom, hogy szóra sem érdemes, de azért mindegyiknél érdekes momentumok vannak. Apple 61.8-as színnél járunk, divergencia mellett vagyunk már. Ebből azért lehetne várni már egy korrekciót, de gyakorlatilag majdnem az összes nagy technológiai részvény hasonlót mutat. Ugye AMD-ben is divergencia mellett alakult ki itt a piros gyertya, hogy az alakította ki a divergenciát, abból lejjebb vagyunk. Amazon dettó ugyanez. Alibaba is hasonló, bár nem annyira szignifikáns a dolog, itt egyelőre egy esetleges dupla csúcs. Facebook 3-as divergencia,
Google-ben nincsen, Microsoft, itt divergencia, ráadásul, hogy a Microsoft új történelmi csúcson is van. Mindegy, végig lehetne ezeken így menni. Vannak esetleg technológiai szektorban gyengülése utaló jelek. Igaz, hogy a tőzsdeindexekben meg semmilyen nincsen, de ott is divergenciák vannak, de érdemi fordulat továbbra sincs a piacon, nem nagyon lehet ez többet hozzáfűzni. Gyorsan ki még a kérdésekre, hogy ennyire más új kérdés nem jött. Esetleg még néhány német papíron menjünk végig, hogy ott mi a helyzet. Hát a Deutsche Bank, tudom, ezzel is sokan foglalkoztok, azért ez egy nagy sötét ló. Ugye fordulatról utaló jelzés nincsen, nagy csökkenő trend van, itt törtünk egy trendvonalat, visszatesztelt, visszajöttünk, tegnapi napon viszont kialakult egy fordulós gyertya, hát lehet, hogy esetleg ebből jön valami emelkedés, de egyelőre hanyagolnám továbbra is ezeket a részvényeket. BMW elakadt, Daimler elakadt. A Volkswagen gyakorlatilag teljesítette az elvárt szintet. Lehet még benne egy kis erő, de alapvetően az, amit vártam tőle ebből a zónából, az megtörtént. SAP. Jó, nézzük akkor az SAP-t. Azt hiszem talán ezt hétfőn néztük, ugye, hogy itt ennél a trendvonalnál várnék egy megállót az esésben. Egyelőre ez éppen történik. Az mondjuk érdekes, hogy három gap alakult ki itt ebben az esésben, tehát azért az valamennyire azért egy ilyen fontos jelzés. Másképp a másik oldalról, hogy itt van egy rejtett divergenciánk is, tehát az RSI alacsonyabb mélypontot csinált, az árfolyamban pedig magasabb mélypont alakult ki trendvonalnál. Tehát ebből lehet egy kis fölfele mozgás. Negatívabb esetben esetleg ebből újra le, pozitívabb esetben esetleg ebből újra egy újabb lokális csúcsra. Én egyelőre körülbelül ennyit látok itt az SAP kapcsán. Igaz, hogy még a hétnek nincsen vége, még azért a mai napból van pár óra késés. Fejezzük ki talán most úgy ki magunkat, hogy itt van ez a zöld gyertya, ami egy markáns gyertya. Ennek a mélypontja az 97,36. Addig, ameddig az nem esik el, rövid távon addig ez még fölfele tűnik, illetve az egyéb elmondottak miatt. Van egy kérdés, hogy Enszkó PLC Class A hogyan tudott ennap 3%-ot menni? 300%-ot menni? Nem tudom, hogy volt-e benne valami hír, vagy sem. Ugye, mondjuk az, hogy 300%-ot megy valami egyik napról a másikra, azért az durva. De ezt most itt csak amerikai részvényben látom. Ezen viszont nem látok ekkora emelkedést. Megnézem ezen a felületen, hogy itt mi a helyzet.
nem értékelhetőt. Hát nem tudom, amin látom, ugye ezen az amerikai tőzsdén, ezen nem látok ekkora emelkedést. Mondom, hogy a 300% az akár meglepő lehet, de ugye azért külföldön nem feltétlenül vannak olyan korlátozások, mint nálunk, hogy az emelkedést vagy az esést korlátoznák, tehát pont emiatt lehet az, hogy ott más esetekben sokkal, de sokkal nagyobb tud menni egy részvényár, ami a magyar piacon ahhoz hozzászoktunk. Mindjárt beteszem ide a linket, amit átküldtél, hogy investingen. De ezen is csak 3%-ot mutat mozgásnak, emelkedésnek. Még a grafikon nem látom, de ugye itt a felső sorban kint van, hogy mennyit tegnap. Ettől már csak az az izgalmasabb, hogy a grafikon miért mutat mást. Mondjuk ez azt mutatja, hogy március 29-ről volt egy óriási ugrás. Nem tudom, mi történt itt, hogy mi volt a hír benne, valószínűleg. Mondja, offshore drill, Sensco, Rowan complete merger, tehát volt valamilyen fúziónak a befejezése volt. Tehát valószínűleg itt egy ilyen típusú hír az, ami nagyon megmozgatta a dolgot, illetve március 18-án volt hír. És valószínűleg a mergernek a bejelentése, tehát valószínűleg emiatt lehetett ez az ekkora ugrás. És azért tegyük hozzá, hogy az tengeri olajfúró biznisz egyre jobban kezd felpörögni. Tehát az ilyen cégek azok mostanság megint újra fókuszba kerülnek. Írjátok, hogy a Kronosz és a Walgreens nem érhető el az online tőzsdén. Megmondom, ez a portfólió online tőzsdén, de majd a portfólió online globálon ott elérhető. Tehát akinek esetleg POT számlája van, az általában azért szoktak kötni egy kiegészítő szerződést, hogy a portfólió online globálra. Ott ezek elérhetőek. Kronosz biztosan, de a Walgreens is biztosan, hiszen egy ilyen szempontból egy nagy cég. Na, közben úgy látom, amíg tartott a webinárium, addig megtátosodott az euró-dollár, dollár gyengülés van, indexek hasítanak, olaj hasít. Na hát a szokásos pénteki hangulat van, és valószínűleg nem is nagyon érdemes ellene menni, úgyhogy egyről minden van ilyen szempontból. Na, jó, akkor nekem ennyi lett volna mára. Jövő héten hétfőn akkor a megszokott időben tudjuk folytatni. Ez a webinár ugye archiválásra kerül, ezt majd Trader szobába el tudjátok érni. Szokás szerint majd kaptok róla e-mailt, amikor azt föltöltöm oda. Amúgy pedig akkor jövő héten folyt köv. Köszönöm szépen a kérdéseket és a figyelmet, további kellemes napot, illetve aztán jó hétvégét kívánok. Sziasztok!